Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára. És köszöntöm nem csak a jelenlévőket, hanem mindenkit, aki a világ különböző tájáról néz, illetve hallgat minket, hiszen tévén és rádión egyáltalán együtt külön-külön is tudják nézni az emberek, sőt ugye van, aki teljesen a világ másik feléről. Ugye ha megnézem, ránézek a térképre, akkor mondjuk tőlünk a legtávolabb lakott település, a rendszeresen lakott település az talán Új-Zéland, de ott is van tanulónk. Úgyhogy lényeg az, hogy szanaszét a világban vannak olyan magyarul tudó emberek, hiszen ugye tudjuk, hogy mi magyarok a világban körülbelül olyan 30 millióan vagyunk, akik tudunk magyarul. Tehát magyarul úgy szerte szanaszét a világban. És nem tudom, tudjátok-e, hogy körülbelül mennyi hun származott, leszármazott, tehát hun nép, hun törzs van a világon. Hát körülbelül 200 millió ember, aki a hun népcsoportba tartozik a világban. Ugye itt Magyarországon a hunok, ugye azok a magyarok, akkor a kunok, jászok, akkor a székelyek, akkor palócok, ez mind-mind külön huntörzs. A legutolsó huntörzs, amelyik belett ide települve, illetve bejött, vagy belett hívva, mindegy, azok a kunok voltak. Ugye ők is hunok. Szóval a lényeg az, hogy a világban elég sok huntörzs van, illetve hun nép van, és a világ érdekes módon ugye a magyarokat tartja közvetlen leszármazottnak, pedig magyarok mi még csak Krisztus után 170-től vagyunk, mint magyarok. Addig olyan, hogy magyar, mint törzs vagy nép nem is létezett. Hun volt, de olyan, hogy magyar az nem volt, hanem nagyon érdekes, nem magyarként voltak ugye akik most magyarok, illetve a magyart minek nevezték, tehát kiket neveztek Krisztus előtt 170-ben magyarnak, illetve 170 előtt magyarnak, akik egy Isten hívők voltak a világban. Mindenkit magyarnak hívtak, sok évszázadon, illetve évezreden keresztül Krisztus után 170 előttől, tehát több ezer évig azokat nevezték magyarnak, magúrnak, akik egy Isten hitűek voltak. Na most az egy Isten hit, hogy mit is jelenthetett akkor? Csak azért, hogy ezzel tisztában legyünk, az nem egy külön Isten imádat. Na most nézzük, milyen külön Isten imádatok vannak. Például ugye a különböző vallásokban, itt olyan Allahot imádják, vagy például Sívát, vagy például Jehovát, stb. Stb. Na most igazából az Atya Istennek, ugye a, hát inkább azt mondanám, hogy az Úr Istennek, az első Istennek, akit Istennek lehet nevezni a világegyetemben, ugye előtte semmilyen más lény nem létezett, sőt anyag sem létezett, tehát az Isten előtt, a teremtő Isten előtt semmilyen más lény és semmilyen más anyag sem létezett.
és neki nem volt neve. Tehát nem volt neve. Nem kellett, hogy legyen neve. Tehát ha te is egyedül lennél a világegyetemben, neked sem kellene, hogy legyen neved. Világos ez? A név a megkülönböztetést mutatja, tehát az azt jelenti, hogy meg lehessen valakit szólítani, azért van neve, és ha mondjuk együtt van több lény, akkor gyakorlatilag azok közül nem engedünk be senkit. Jó? Üljetek vissza. Nincs beengedés, aki késett, így jár. Jó? Jó, legfeljebb behajtjuk majd az ajtót, azt nem halljuk. Ennyi. Tehát nincs beengedés. Hát aki késett, nem tudunk vele mit csinálni, bármilyen okból késett. Jó? Tehát lényeg az, hogy ha egy lény egyedül van a világegyetemben, te is mondom, ha egyedül lennél, gondold végig, mondjuk megszülettél volna úgy, hogy nincs közt, nem vagy emberek közt, mit tudom én, fölneveltek volna mondjuk állatok, mint ugye Mauglit a farkasok, akkor lenne neved? Nem. Na hát ugyanígy a Teremtő Istennek, az egy Istennek, az sose volt neve. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy bármi olyan Isten, aminek neve van, az már nem a Teremtő Isten. Világos ez? Úgyhogy az már az Istentől származó entitás. De te is, a te lelked is az Istentől származó entitás. Annyi a különbség közted, a te lelked és egy nevén nevezett Isten lelke között, annyi a különbség, hogy ő nem, neki nem lett elvéve a tudása. Oké? Ami azt jelenti, hogy ő amióta létezik, a tudását gyakorolja, illetve gyűjti és gyakorolja. Na most mi emberek minden leszületésünkkor ugye elvesztettük, mint lélek, a tudásunkat. Na most ezáltal, ha bármi olyan Istenről hallasz, aminek neve van, az már nem a Teremtő Isten. Világos ez? Az már egy olyan istenség, amely a földre lejött, mint felsőbbrendű lény, és híveket gyűjtött maga köré a földi emberek közül. Világos ez? A híveket az úgy értsd, hogy nem feltétlenül, mit tudom én, mondjuk térítőként jött le, hanem valamilyen okból lejött ide a földre. Na most azért tudnod kellene azt is, hogyha ide egy isteni lény, ami miért mondjuk, hogy Isten? Tehát azért, mert sokkal magasabb képességekkel rendelkezik, mint az ember, és az ember minden olyan lényre, amely sokkal magasabb képességekkel rendelkezik, mint maga az ember, Istenként tekint, és tekintett mindig. És amikor az Istenek lejöttek, tehát nem a Teremtő Istenről van szó, oké? Tehát amikor bármilyen Isten lejött ide a földre valamilyen céllal, nem céltalanul, valamilyen céllal, azért jött le, vagyis az történt, mikor lejött, hogy eleve hogy jött le? Tehát, hogy ő megjelenjen, testben kellett, hogy lejöjjön. De a test az egy anyag.
és az anyagot akkor lehet lehozni bárhonnan, ha szállító járművel lehozzák. Világos voltam? Tehát ahhoz, hogy testben megjelenne itt egy lény, amely nem ember, akkor ahhoz kell szállító jármű. Ami általában a mai elnevezésben úgy hívják, hogy űrhajó. Oké? Lejöhetett ő testen kívüli lényként is, de akkor az emberek nem látták volna. Legalábbis a legtöbb ember nem látta volna. Na most ezáltal, ha egy Isten lejön csak lélekként és nem testben, akkor nem sok hívet tud gyűjteni, mert hát nem látják az emberek. Az öt érzékszervükkel a legtöbb ember nem volt képes sosem érzékelni ezeket a lényeket, akik testen kívül ide lejöttek a bolygóra. Ezáltal hozni kellett a testüket is, de még egyszer mondom, ahhoz, hogy a testüket is ide lehozzák, ahhoz kellett szállító jármű. És gondoljátok végig, mikor az ember még semmilyen eszköz révén nem tudott repülni, akkor jött egy repülőtárgy, amiből kiszálltak lények, hát az eléggé furcsa volt az emberek számára. Világos ez? És ráadásul, mivel ugye sokkal magasabb rendűek voltak, mint az emberek, fejlett technikával, ezért ugye olyan dolgokat tudtak csinálni, amin az akkori emberek, vagy akár a mostani emberek elámulnának. És ezáltal, ha egy ember elámul, mit tudom én, különleges cselekedetektől, akkor ugye az azt jelenti, hogy arra én néz föl. Tátott szája. Jó, tehát az azt jelenti, hogy na onnantól kezdve mondhatjuk az, hogy maga az a látvány az embereket megbabonázta. És onnantól kezdve követték azt a lényt, mint felsőbbrendű lényt. És a világ történelemben, illetve a Föld történetében sokszor lejöttek különböző lények. De még egyszer mondom, amit itt neveket ismersz a történelemben Istenektől, az mind valamilyen entitás, nem a teremtő Isten. Oké? És ebben van egy kis gond. Vajon az az entitás mennyire volt jó? Oké? Tehát mit képviselt az az entitás? Vajon azért jött le, hogy mit tudom én mondjuk, valamilyen ásványokat bányáztasson ki emberekkel? Hát nem annyira jó entitás, ha végig gondolod. Vagy azért jött le, hogy energiára tegyen szert ebből a elámulásból, hogy elámultak a látványán az emberek, és ezáltal ugye követték, és az energiájukat átadták az emberek. És azért jött le, hogy neki több energiája legyen. És híveket gyűjtött, például mondta a nevét, és ezáltal, ha te kimondod most a nevét, akkor energiát adsz neki. Tehát ez jó, ha tudod, hogy úgy működik, hogyha a világegyetem bármely részében létezik, és te kimondod a nevét, ezzel
energiát adsz neki. Tehát ez, már meséltem nektek, hogy ez úgy működik, tehát nem úgy működik, mint a fénysebesség. Tehát a fénysebesség úgy működik, hogy átadja egymásnak a fényenergiát a különböző terület. Érted? És az időbe telik, mire óriási területeken átmegy a fény. De ha az úgy működik, mint mondjuk egy vonat, amely össze van kapcsolva, hogy a mozdony meglöki az első szerelvényt, és abban a pillanatban ugye a legeleje annak a szerelvénynek is megindul. Érted? Ha az szorosan össze van kapcsolódva. Márpedig az energia az így van összekapcsolva a világegyetemben, mint ahogy most elmondtam. Ezáltal, ha te kimondod egy istenségnek a nevét, és pozitív, tehát úgy, mint Isten, jaj, stb., akkor onnantól kezdve te már át is adtál energiát abba a pillanatba, ha ő 10 000 fényévre van a Földtől, akkor is. Világos voltam. Na most nem tudom, hány tanítótól hallottál ilyeneket. De csak úgy kérdezném. Lehet, hogy nem tudják, hogy ilyenek vannak. Jó, maradjunk ennyibe. Oké, szóval lényeg az, hogy ugye volt a Teremtő, az egész világegyetem energiájával rendelkezett. Érted? Ő volt minden energia a világegyetemben. És ezt az energiát osztotta meg a lelkek közt. Magyarul magából osztotta meg. És abból az energiából van az anyag is megosztva. Oké? Tehát, hogy most közvetettem, vagy közvetlenül, ebből a szempontból mindegy, mert a világegyetemben minden energia ő volt. Ezáltal például a kvantum, tehát a kvantum fizikában bebizonyított tény az, hogy valami isteni energia van minden egyes anyag részecskében. Érted? És ugyanaz az energia mindenben. Egy teremtői energiát találtak az anyagban. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk egy Isten, amelyik megtanulta, hogy hogy teremtsen az energiából anyagot, ugye milyen anyagot lehet teremteni az energiából, hát a periódusos táblázatban ismert anyagokat, tehát elemeket lehet. Illetve azokat az elemeket is lehet teremteni, amit a Földön nem ismernek. Oké, tehát a Földön nem létezik az az elem. De attól a világegyetemben van olyan rész, ahol az az elem az létezik. Na most abból azt az elemet, akik ehhez értenek, kellő tudással rendelkeznek, mint teremtők, meg tudják csinálni, mint istenek, meg tudják csinálni. Oké? De onnantól kezdve az azt jelenti, hogy két dolog kellett hozzá. Kellett hozzá az energia, és kellett hozzá az ő mentalitása, amely koncentrálta az energiát anyaggá, méghozzá olyan anyaggá, amilyen anyaggá ő akarta, hogy koncentrálja. Tehát ezt, ha megnézzük, erre képesek a teremtő lények, az istenszerű, mondhatjuk azt, hogy felsőbbrendű lények, tehát hozzánk képest felsőbbrendű lények képesek ilyenfajta teremtésre. Tehát lejöttek a Földre különböző okokból, különböző időszakokban, energiákat, tehát valamilyen céllal, és
és ugye az emberek megismerték valamilyen oknál fogva azt az illetőt, és onnantól kezdve most egy kérdés van, hogy vajon mennyire tudják az emberek azt, hogy ezek a lények, akiket most mentálisan támogatnak a gondolataikkal, követik őket a gondolataikkal, vajon azokra mennyire jó lények. Hogy például mennyire volt jó, csak egy párat mondanék itt a vallásokban, Allah, vagy mennyire volt jó mondjuk Síva, vagy mennyire volt jó mondjuk Jehova. Érted? Hát a történelemben utána lehet nézni. Vagy például itt van az ámen kifejezés. A keresztény vallásból származó ámen kifejezés. Na most ezzel kapcsolatban csak egy baj van, hogy ez az ámen kifejezés, ez Amon Réhez kapcsolódik. Amon Ré az egy isten volt, ugyanúgy, aki lejött a világegyetemből, itt volt a Földön, híveket gyűjtött, stb. És akkor most az ámennel, ez az Amon Réhez imádkoznak a keresztények. De ez az Amon Ré, ha utána nézel, egy nem túl jó entitás volt. És minden ámennel az Amon Ré istenhez küldenek energiát az emberi lények. Ráadásul ugye érdekes, éppen itt beszéltük ezt csak úgy egy mondatban a kezdés előtt, hogyha az áment megnézzük visszafelé, akkor nem á. Tehát az áment visszafelé nem á. Nem? Az is érdekes. Na, szóval lényeg az, hogy itt vagyunk egy olyan világban, egy olyan érdekes világban, ahol az emberek hát nem nagyon tudnak ezekről a dolgokról túl sokat, és tudod, az a legfőbb probléma, hogy olyan, vagy egyik legfőbb probléma, hogy olyan istenségeket látnak el energiával, akik soha nem voltak jó istenségek, és ráadásul azóta valószínűleg nem jobbá váltak, mióta itt voltak, hanem rosszabbá. Ez olyan, mint az ember. Tehát az emberben lévő lélek is egy isteni eredetű entitás, tehát gyakorlatilag a benned lévő lélek az mondjuk ugyanolyan, mint mondjuk az Amon Rében lévő lélek, vagy mondjuk az Allahban lévő lélek, vagy mondjuk a Sívában lévő lélek, ugyanaz. És annyi, hogy azoknak, mint az imént említettem, jóval több a tudásuk, mint nekünk emberi lényeknek, és akkor ugye ezek a lények úgy működnek, mint az ember. Ha az embert megnézed, ha megnézel mondjuk egy gonosz embert, aki mondjuk 50 éves korára mondjuk akár tömeggyilkos, ha megnézed mondjuk 10 évesen őt, közel nem volt olyan gonosz, mint 50 éves korában. Érted? Tehát ahogy az ember öregszik, a legtöbb ember, ha megnézed, ha egy kicsit gonosz volt már fiatal korában, akkor idős korában nagyon gonosz. Tehát gondold végig, azok a eléggé gonosz istenségek, akiknek most az energiát adnak az emberek, azok valamikor itt voltak a Földön, akár több ezer évvel ezelőtt, azóta nem jobbá váltak, mert telt az idő, hanem rosszabbá. Tehát most olyan lényeket táplálnak energiákkal az emberek, akik rosszabbak sokkal, mint valaha. De akkor miért nem jönnek le? Tudod, miért nem jönnek le? Mert nem jöhetnek le. Hála a jó Istennek, hogy nem jöhetnek le. Tudod? Csak ők ezt tudták előre,
hogyha netántán eljön az az időszak, hogy nem jöhetnek le a földre, akkor is az emberektől tudnak kapni energiát azzal, hogy megemlékeznek rá. Tehát például mikor te beszélgetsz mondjuk a barátodról a pároddal pozitívan, akkor pozitív energiát küldesz a barátodnak éppen, oké? De mivel ő ember és nem tanulta ezeket a dolgokat, nem tudja, hogy ez így működik, pedig ez így van. Sőt, ha például mondjuk negatív dolgot beszélgetsz a pároddal mondjuk egy ismerősödről, akkor éppen negatív energiát küldesz neki, érted? Tudatlanul. Na most attól, hogy valamit az emberek nem tudnak, attól még így van. És képzeld el, amikor mondjuk valamilyen istenségről éppen egy pap beszél, és a többiek ott hú, ilyen, még mondják ki is, mondják a nevét akár egyszerre, akkor azzal energiát adnak annak az istenségnek. És ezt mondom, az istenségek pontosan tudták, és ezért ugye létre is hozták ezeket a különböző nevükhöz kapcsolódó csoportosulásokat, hogy megemlékezzenek róluk akár évezredek múlva is. Jó? Na most ezáltal az ember talán egy kicsit el kellene, hogy gondolkozzon azon, hogy igazából kit is akarok én energiával táplálni, és talán semmilyen istenség nevét nem kellene rendszeresen kimondani és emlegetni, illetve gondolni rá. Világos ez? Mert ha megnézzük, itt vannak a fentiek kérdése. Azok, akik most a föld urai, akiktől a gonoszok szeretnék megszerezni, a gonosz entitások szeretnék megszerezni a földet. A gonosz entitásoknak még tudod is a nevét, de a jóknak nem. Nem érdekes? Oké? És ha végig gondolod, vajon miért tudod azoknak a nevét, akik itt voltak lenn? Mert akarták, hogy tudják a nevét. Miért? Pont azért, mert valami olyan önszándékuk volt, önérdekből származó szándékuk volt, ami miatt tudnod kell az ő nevét, érted? Hogy megemlékezz róla, és küld az energiát neki, hogy minél több energiája legyen. Tehát a világegyetemben nehogy azt hidd, hogy csak fegyverrel folynak a háborúk. Ugyanis a lelket fegyverrel nem lehet elpusztítani. Tehát semmilyen lelket nem lehet fegyverrel, tehát nem tudnak olyan fegyvert, amivel lelket el lehetne pusztítani. De mégis le lehet igázni egy lelket. Tudod mivel? Energiával. Érted? Tehát le lehet igázni. Ezáltal a fenti entitásoknak egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi támogatottságuk van a lelkektől. Világos ez? Nyilván az entitások, a fenti entitásoknak, meg a lenti entitásoknak, pozitív vagy negatív entitásoknak, nyilván táboruk van. De a 8 milliárd ember sem egy kis tábor. Érted? És hogy abból a 8 milliárdból mennyit tudnak megszerezni,
az azt jelenti, hogy az ő mentális hatalmi energiájuk nő meg azáltal, hogyha nekik nő a táboruk. Világos ez? Ezáltal ugye egyáltalán nem mindegy, hogy az emberek milyen istenség neveire gondolnak, és milyen istenséget, eszembe jutott a szót, dicsőítenek. Érted? Tehát lényeg az, hogy ezen a bolygón, itt a sátántól kezdve mindenféle különböző istenség dicsőítve van. Tehát ez olyan, hogy értsétek, mint mikor van mondjuk egy terület, ami van egy vár, és a területet elfoglalják, de a várban maradt ellenség. És a vár mondjuk nem is vár, hanem egy erőd. És az az erőd egyszerűen kívülről elpusztíthatatlan. Érted? És az abban az erődben ott van az ellenség. De a környék az teljesen el van foglalva. Érted? Ha kijönnek az erődből, akkor le vannak lőve, de az erődben biztonságban vannak. Na most itt a Föld esetében pont erről szól a történet. Az univerzum ezen részét birtokolja magas rezgésű entitások, birtokolják. Magas rezgésű entitások, akik a teremtő Isten követői. Oké? És a Földben pedig vannak olyan entitások, a Föld mélyén, akik az ellenség, alacsony rezgésű entitások. És az alacsony rezgésű entitások területe az nem a Föld bolygó, hanem egy teljesen másik galaxis, illetve univerzum. Érted? De ők egyszer itt rekedtek, és nekik van egy atombiztos bunkeruk idézőjebe. Érted? A Föld mélye. Ami annyit jelent, hogy egy erődöt, ugye egy nagyon biztonságos erődöt viszonylag könnyű megvédeni. Nem kell sok katona hozzá. Oké? Tehát gondold végig például ugye a egri csillagokból, hogy itt amin pár ezer, nem tudom ezren vagy mennyien voltak, vagy még annyian se, pár százan voltak a várba, és nem tudták a várat bevenni, a százezres görög had, érted? Vagy 80 000-es, vagy mennyi volt. Tehát hányszoros túlerő volt, és nem tudta bevenni, mert egy biztonságos hely volt, érted? Ugyanez a helyzet. Tehát itt van egy kis létszám ebben a földbunkerben, és nem lehet őket kifüstölni, ők alig várják, hogy megszerezzék ezt a bolygót. És ezt tudod, mi kell nekik? A te lelked. A te lelked kell hozzá. A te lelked. És ha megnézed most, ami a Földön folyik, elég szépen támogatja. Ez az alattomos háttérben történő, hát ki kell mondanom a szó, hogy gyilkolások. Érted? Ami a háttérben történik. Tehát én gyilkolásnak tartom azt is, hogy az emberek tehát hogyha egy ember tud arról, hogy egy másik ember hogy működik,
És mi kell ahhoz, hogy ő magától meghalljon? És megcsinálja azt, hogy az az illető gyakorlatilag látszatra természetes halálban meghalljon, akkor én ezt is gyilkosságnak tekintem. Érted? Tehát egy embert sajnos meg lehet úgy gyilkolni, hogy a törvény nem bünteti meg gyilkosságként. Miért? Tudod miért? Mert csak azt csinálják, hogy leviszik az ember hangulatát olyan szintre, hogy az illető feladja az életét. Érted? Mert azt mondja, hogy nem látom tovább értelmét az életemnek. Érted? És feladja az életét. És ezt most én úgy látom, hogy mintha tömegekkel csinálnák. Érted? És ezt úgy hívják, hogy gyilkosság. A törvény nem ezt mondja. De aki ért ahhoz, hogy egy embernek hogy kell levinni a hangulatát. Érted? Hogy kell elérni azt, hogy egyre rosszabbul és rosszabbul érezze magát. És elérjék azt, hogy végül feladják az életüket az emberek. Mert az ember hogy adja föl az életét? Például úgy, hogy a reménytelenség. Például úgy, hogy a céljait elveszíti. Például úgy, hogy ki se tűz célokat, érted? Nem elveszíti, hanem ki se tűz célokat. Például úgy, hogy azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves vagyok, miért nem halok már meg? Érted? Mert ez az élet, ez számomra kilátástalan. És ezt emberek idézik elő embereknél. Érted? A törvény nem mondja ki, hogy ez gyilkosság. Csak én. Érted? Pedig ez az. Mert ezen a bolygón vannak olyan emberek, akik értenek ahhoz, hogy hogy kell egy embert úgy kicsinálni, hogy az ne legyen gyilkosság. Érted? És ehhez elég sok eszköz van ezen a bolygón. Oké? Na most, hát itt élünk ezen a bolygón. Eddig azt mondták az emberek, hogy áldott tudatlanság. Milyen jó, hogy tudatlanok vagyunk, milyen jó, hogy nem tudunk semmiről. Most, ha ezt kimondod, gyönyörűen bele fogsz halni. Oké. Egy kicsit megváltozott a világ. Ennyi. Eddig tök jól elboldogultál azzal, hogy nem tudok semmiről, nem... Mint ugye izé volt, hogy mondta, hogy nem látok, nem hallok, tudod, nem is tudom, ki mondta, hogy az a jó, nem látok semmit, nem hallok semmit, az a jó. Na most, ha ezt csinálod, már pedig ezt csinálja a legtöbb ember, az azt jelenti, hogy ketyeg a életed végének az ideje. Oké? Tehát most pont nem tudod ezt megcsinálni, hogy ne tudj semmit. Ne láss semmit, érted? Úgyhogy elég érdekes világban élünk, amit a kiinduló pont, ahonnan ez az egész jött, azt alulról van megtámogatva alsó entitásoktól, akik ezt a bolygót meg akarják szerezni. Csak ezzel egy gond van, hogy ezt a bolygót szét is lehet ám robbantani. Mint ami már megtörtént a naprendszerben, a Mars és a Jupiter között. Oké? Okay? Ott volt egy bolygó, amin szintén embertípusú lények éltek, és sehol nincs. Kis bolygóövezet lett a helyén. Hát a bolygó maradványa természetesen.
Tehát egy bolygót szét lehet robbantani. És ugye az a végső terv, ha ez netántán az emberiség megadná magát az alsó entitásoknak, eladná a lelkét az emberiség java az alsó entitásoknak, akkor ezt a bolygót szét fogják robbantani. Oké? Miért nem csinálták ezt eddig? Mert sokkal jó ember. De most kiderül, most derül ki ezzel az egésszel, ami most van, ezzel a úgynevezett pandémiával derül ki, hogy igazán ki a jó ember és ki a rossz. Világos ez? És nem azzal derül ki, hogy jaj, vigyázzunk a másikra, nehogy megfertőzzük. Nem ezzel derül ki. Maradjunk ennyibe. Jó? Hanem azzal derül ki, hogy ki mennyire hajlandó szellemileg fejlődni. Ezzel derül ki. Oké? Itt tanulunk, nem jellemzően nem ilyen dolgokról tanulunk, hanem olyan dolgokról, hogy a különböző élethelyzeteinket hogyan oldjuk meg. És tudod, miért kell erről tanulni? Hogy akkor tudják a hangulatodat vinni lefele, lefele egyre rosszabb és rosszabb hangulatba, ha te egyre több élethelyzetedet nem tudod megoldani. Oké? És nézd meg, azokat milyen élethelyzetek vannak, ugye van 10 élethelyzet, itt vagy önmagad, önmagaddal való bánásmód, pároddal való bánásmód, a szüleiddel való bánásmód, a gyerekeiddel való bánásmód, másokkal, más emberekkel való bánásmód, a munkáddal való bánásmód, a pénzzel való bánásmód, a környezeteddel való bánásmód, a hatóságokkal való bánásmód és a teremtőddel, az Isteneddel való bánásmód. És itt van ez a 10 bánásmód, ha bármelyiken gondod van, bármelyiken, akkor mi fog veled történni? Hát bánatosabb leszel, rosszabb hangulatba kerülsz. És ha van egy másik terület, amivel megint csak nem tudsz bánni, akkor még bánatosabb lesz, még rosszabb állapotba kerülsz. Ha lesz még egy terület, amivel nem tudsz úgy bánni, hogy kellene, akkor még rosszabb állapotban, még bánatosabb leszel. És akkor szépen az emberek eljutnak a reménytelenség állapotába. És mit csinál egy reménytelen ember? Két dolgot. Vagy feladja az életet, vagy törzúz, gyilkol. Érted? Mert úgyis azt mondja, hogy most már úgyis mindegy. És akkor mi történik? Hát ez azt jelenti, hogy könnyebben tudják megszerezni a lelkedet azok az entitások, akik nem éppen pozitívak egy picit se. És ha az embernek nincs tudása, akkor ez olyan, mint ülnél egy gyorsan folyó folyóban, mondjuk egy kenuban, érted? Evező nélkül. És akkor arra haladsz, amerre a víz visz. Érted? És addig tudsz haladni, még föl nem borulsz és bele nem fulladsz. Érted? És ennyi. És ha körülnézel, hát van valami hasonlat, amit most mondtam. Ava. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Gyertek tanulni a megoldásokért ide hozzánk. Olyan megfizethető
áron, amit bárki képes megfizetni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tartunk 25 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!